Továbbra is kitart az évelei pangás a hazai piacokon, itt a vásárcsarnokban is kevés még a vásárló, akik viszont eljönnek, azok jól felpakolnak vitaminbombákból. Szinte minden zöldség és gyümölcs sok vitamin tartalmaz, de közülük is a kiwi, a narancs és a mandarin a legnépszerűbb. A citrusfélék mindenképpen, a mandarin, a narancs, a citrom, ezekben elég sok vitamin van. Nagyon szeretik a magyar körténket, abból rengeteget eladunk, meg sokan vesznek zöldeket, például salátákat, abban biztos, hogy van az is magyar, metélőhagymát, retkeket, ezek jobban fogynak ilyenkor. A jó kereskedő ilyenkor külön odafigyel, hogy bőve legyen utánpótlása a vitamindús termékekből. Ez az árus ráadásul mindig le is teszteli azt a gyümölcsöt vagy zöldséget, amit később a vevőknek kínál. Rengeteg gyümölcsöt eszek, mert itt meg szoktam mindig kóstolgatni, tehát gyakorlatilag mindent. Amit veszünk, azt általában meg is kóstoljuk, hogy tudjuk, hogy mit adunk el. Úgyhogy naponta szerintem egy kilót biztos megeszek. Szakemberek a déli gyümölcsök mellett a káposztára, a sárgarépára, a fokhagymára és a sütőtökre esküsznek. Ezekből kell most minél többet fogyasztani. Az influenza miatt a piacon vásárlók is jobban odafigyelnek a vitaminbevitelre, legalábbis a tudatos vevők. Nem hiszem, hogy valamivel itt meg lehet előzni, mert egyik a másikától elkapjuk, úgyhogy. De remélem, hogy én nem kapom el. Csodaszerek sajnos még nem léteznek az influenza ellen, de akkor sem árt, ha egy kicsit megerősítjük az immunrendszerünket, ezt pedig itt a vásárcsarnokban beszerzett vitaminbombákkal tökéletesen megvalósíthatjuk.